természettudományos és a humán oktatás közötti kényes egyensúly igencsak felborult az utóbbi egy-két évtizedben. Volt egy olyan érzés, hogy már nem is annyira figyelnek a fizikára. Pedig a fizikai törvényszerűségek felfedezése akár izgalmas kaland is lehet. A fizika mire képes, meg hogy a mágnesek, az egyensúly is mire képes, és ez ilyen megdöbbentő. A tantárgynak a budapesti Vajk-sziget általános iskolában olyan reklámot csináltak az évelején, amely mágnesként vonzotta még a tudomány iránt eddig inkább taszítást érzőket is. Megkerestük a súlyvonalát, ez körülbelül itt van. Ez a H1, 2, 3, 4 darab Jenga mutatja ezt meg. És igazából az egész abból áll, hogy ez két egyforma, egybevágó alakzat, és egyszerűen kiegyenlíti egymást. A ledőtestvérek trükkszámba menő balanszkísérleteit február óta már több mint 200 ezeren látták az interneten. A lájkolók sorában még a Minute Physics nevű népszerű amerikai YouTube csatornát is megtaláljuk. Boldog voltam, mert én nem éreztem ezt annyira jónak az elején, hogy ezt ennyien meg fogják nézni. Én nem éreztem azt, hogy ez meg fogja ragadni az embereket. Ám a két fiú iskolájában nem a világ hírnévre szertett mutatványsor az egyetlen, amelyre még öveges professzor is elismerően csettintene. A Vajk-sziget suliban még az is előfordul, hogy a tudást egyenesen tölcsérrel töltik a gyerekek fejébe. Megkérlek, Laura, hogy tedd oda a füledhez, csukd be a szemedet, és az egyik oldaladon van Laci, a másikon pedig Vivi. Bele fognak kiabálni, vagy mondani valamit a tölcsérekbe, és neked azt kéne jelezni az ujjaddal, hogy melyik oldalról hallod a hangot. Mamos! Ebbe. Ha-ho. Most ebbe. Ezt a szerkezetet úgy kötöttük be, hogy a jobb fülbe érkező hang az valójában bal oldalon keletkezik, és így, hogyha csukva van a gyermeknek a szeme, és nem tudja, hogy honnan is fog érkezni a hang, akkor könnyen becsaphatjuk, és ez nekik nagyon mókás és vicces dolog. A legkisebbeknek szóló természetbarát szakkör svédasztalán először az élet kezdetének megvilágítása került terítékre. Ha a tojást is szépen ide rakjuk, akkor átvilágítja a lámpa, és lehet látni a sárgáját. Ezután a savak vizsgálatától kezdve leoldja messzes héjat a tojásról, így látni is a sárgáját, hogyha a fény felé tartjuk. Egészen a nem newtoni folyadékok tanulmányozásáig jutnak el a gyerekek. Ez a trutyi kubleknek hívják, más neve pedig a nem newtoni folyadék, és azért kell kevergetni, mert a víz leülepszik a tetejére, és át kell keverni, mert akkor lesz csak hatásos a kísérletünk. Azt lehet rajta bemutatni, hogyha csak így beledugod lassan az ujjadat, vagy csak ráteszed, akkor beszívja, vagy így beengedi az ujjadat ebbe a kublekbe. Ha viszont beleütsz, akkor meg így kipattan belőle. Nehezen adható át a gyerekeknek, hogy ezt megszeressék, hogy érdeklődjenek iránta. És ez a szakkör is azt a célt szolgálja, hogy ők ebbe valahogy beleszeressenek, és a későbbiekben pedig esetleg tudósokká váljanak. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tudomány és művészet halmazának nincs közös metszéspontja, pedig egy kis kreativitással a hangtani kísérlet zenekari próbává, a naprendszer pedig lampionos installációvá alakítható. S hogy mi sül ki abból, ha egy jó adag tudományt egy csipetnyi varázslattal keverünk? Lássuk a tudós szakkör receptjeit. A szörpet beleöntjük ebbe a kis tölcsérbe, és majd vízzé fog válni.
amikor beleöntjük a szörpöt, a levegő nem tud felszokni, mert ugye jön a levegő, ezért csak ezen a kis csövön tud átszokni ebbe, és a levegő kinyomja a vizet, és ezáltal víz lesz itt a kijövő rész. Ebbe a zacskóba megy be a meleg levegő a pirítóból, ezért nincs hol kitávozzon, és a meleg levegő felfelé akar menni, ezért felmegy a tetőre az a szemetes zacsi. Fogunk bele tölteni szörpöt, és meggyújtjuk a gyertyát, aztán pedig ráteszünk egy befőttes üveget. A gyertya el fog aludni, és az üvegben több lesz a víz, mint itt kívül. A lánynak is oxigénre van szüksége az égéshez, és ezt elhasználja, és ezért elalszik. És ugyanakkor itt kisebb lesz a nyomás, itt viszont ugyanakkora, és ezért ez a nyomás benyomja a vizet az üvegbe. Míg a kisiskolások értelmét nyitogató kísérletek játékká szelídítik a tudományt, addig a felsősök mikroszkópos élve boncolásaiban ismét kellő komolyságot nyernek a kísérletek. Éppen egy pajort boncolunk fel, ami a cserebogárnak a lárvája, és eznek is a szájszervét le fogjuk tenni a mikroszkóp alá, és megvizsgáljuk. Kaptunk egy igen jó minőségű digitális fénymikroszkópot is, amivel nem csak megnézni tudjuk az adott dolgokat, élőlényeket, vagy már elhalt élőlény maradványokat, hanem le is tudjuk fotózni őket, és videókat is tudunk készíteni róla. Itt azokat a képeket rajzoljuk le, amiket a mikroszkópon lefotóztak. Ez egy haránycsikolt izomszövet, amely a csontokat mozgatja. Szerintem végül is mindegyik érdekes, mert bemutatja, hogy is nézünk ki közelről. Az a célunk is egy ilyen szakkörön foglalkozáson, hogy gondolkodó embereket neveljünk, aki nem lehet csak úgy átverni, ő kipróbálja, ki tapasztalatot gyűjt, gondolkodik rajta, összefüggéseket lát, megismer föl, és több lesz tőle. És ezekből a gyerekekből olyan felnőttek válnak majd, akik érdeklődőek, és szerintem hasznos tagjai lesznek a társadalomnak is.